Már várja az új diákok jelentkezését a Farkas Ferenc Zeneiskola. A tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező diákok az intézmény honlapján elérhető űrlap kitöltésével adhatják le a jelentkezésüket május 22-éig. Az érdeklődők zenet, tánc és képzőművészeti ágak közül választhatnak. A zenei képzés esetében a leendő elsősöket kis előképzőbe, a második osztályba készülőket pedig a szolfézs előképzőbe várják. A hangszeres tanulmányokat harmadik osztálytól ajánlják, jelentkezni viszont csak olyan hangszerre lehet, amelyre van hely. Gitára és dobra, jelenleg nincs felvétel, de egyebek mellett csellóra, klasszikus hegedűre, népi és részfúvós hangszerekre szívesen hívják a fiatalokat. A népi ének és 14 éves kor felett a magánének szakkapui is nyitva állnak. Néptáncnál új szakokat, vagyis új osztályokat szeretnénk indítani, amennyiben összejön a minimális 10 fős létszám. A Körösi Csoma Sándor általános iskolában, illetve a Hevesi Sándor általános iskolában. A Péterfi tagintézménybe, illetve a Rozgonyi úti általános iskolába pedig új diákok becsatlakozhatnak az osztályba, ami mondjuk az idei évben indult, de még picik a gyerekek, tehát könnyű a becsatlakozási lehetőség. Néptáncnál még Zala Szent Balást mondanám, ott a Petőfi Sándor általános iskolába lehet becsatlakozni. Képzőművészet tagozatom a Körösi Csoma Sándor általános iskolába van becsatlakozás, illetve új osztály indul, hogyha összejön a létszám. A Batthyány Lajos gimnáziumban is indítunk, tehát ezek ilyen feladatellátási helyek, tehát ott a helyszínen folyik az oktatás, tehát ott is indítunk új osztályt, illetve szintén Zala Szent Balást mondom, hogy ott is be lehet csatlakozni ezekhez az osztályokhoz. Barát Adrián arra is felhívta a figyelmet, hogy a művészeti képzés térítési díj ellenében vehető igénybe, az arra jogosultak azonban kedvezményben vagy ingyenes oktatásban részesülhetnek. Az intézmény vezetői azt tervezik, hogy augusztus végén, szeptember elején, amennyiben lehetséges, egy motivációs beszélgetést, felmérést is tartanak azon jelentkezőknek, akik például a balettet vagy egy nagyobb hangszert választanának. További információk a Farkas Ferenc Zeneiskola honlapján találhatók.